Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez a felvétel egy általános jóslás, egy szerelmi kirakás. A kérdés az, hogyan tovább a párkapcsolatot illetően mi fog történni a közeljövőben. A fő téma itt látható középen, és ez a levél utal egy hírre. Vagy arra, hogy ő fog érni, vagy arra, hogy ő vár arra, hogy te éri neki. De itt lesz kapcsolat. Hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok? Itt a fának van gyógyító hatása, tehát valami rendeződik. A fa jelenti a biztonság érzetét is, ahol le tudtok gyökerezni. A liliumnak van tisztító hatása. Itt tisztázódik kettőtök között valami. A lilium az jelenti az intim kapcsolatot is. Lehet, hogy ő ezt tervezi, így gondolja, hogy ír neked erről a témáról. És hogyan tovább? Itt láthatóak az utak és a felhő. Amikor a felhő megjelenik, akkor az arra utal, hogy valami átláthatatlan, olyan, mint egy fátyol. De elhagyjátok ezt a helyzetet, hiszen itt tisztázódni fog valami, rendeződnek a dolgok, és az utak jelentik azt, hogy döntések lesznek, lesz egy új irány, lesznek változások. Sőt, lesz egy találkozás is, hiszen a sors utatok majd kereszteződik. Itt ez a nagy medve jelenti az erőt, a belső erőt is, amiben hinni kellene. De a medve jelenthet egy szemét, akinek szava van, befolyásolja az eseményeket. Mivel itt a házról van szó, ez lehet a szülői ház is, ebben az esetben a medve esetleg az apukája. Az is lehet, hogy itt lesz egy új irány, szerződések, a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Itt van az életerő hozzá, hiszen ez megvalósítható, és ez a ház lehet egy közös otthon. Itt a csillagok szerencsét hoznak, és jelentik a sors utakat, mert minden úgy alakul, ahogyan a csillagképekben ez meg van írva. A koporsó az jelenthet egy régi kapcsolatot, mint például egy kármikus kapcsolatot kettőtök között, vagy az is lehet, hogy itt van egy örökösödési ügy, és ingatlanról van szó. Itt vannak a szerződések, esetleg ez a koporsó azt is jelentheti, hogy ő lezár valamit, mint például a felhőt, ami átláthatatlannak tűnt eddig, és lesz egy új irány, egy új kezdet, itt van az életerő, tisztázódik valami, és ez a levél lehet egy hír vagy egy meghívás. Itt látható a virágcsokor, ami jelent egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot, jelentheti a te szépségedet, vagy egy szép otthon tervezését, és itt látható a mozgás, ő közeledik feléd, előre mennek az események, és lesznek változások, miután ő lezárt valamit az életében. És ez volt a szerelmi jóslás, egy általános kivetés.
de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!